Keleti Kárpátok vidékén vagyunk. Ez a térség hegyvidéki táj, Romániának nagyjából a közepére esik, és miután egy földrajzilag viszonylag elszigetelt térség, a biotermesztésnek jó adottságai vannak. Viszont nem nagyon jellemző itt a környéken a biogazdálkodás. Az itteni haszonnövények közül talán a legfontosabb a burgonya, és ezt viszonylag nagy területen termesztik a tájnak a síkabb hegyvidéki platóin, illetve a medencei részeken. Az Agrikultúra Natura Transzilvániai Egyesülettel 2021-ben beállítottunk egy burgonya kísérletet, amelyben 12 különböző fajtát próbálunk ki, abból a szempontból, hogy mennyire alkalmasak ezen a tájon biotermesztésre. Négy gazdával állapodtunk meg, akik a táj különböző részein laknak, így az Alcsiki medencében, a Felcsiki medencében, a Gyergyói medencében és a Gyimesekben van egy-egy kísérleti területünk. Mind a négy gazda elkötelezett a vegyszermentes termesztés mellett, sőt mind a négyen minősített biotermesztők, viszont a legtöbbjük még nem próbálta ki a burgonyát. Ezért szakmai háttérrel egy olyan kísérletet állítottunk össze, amelyben az ő helyismeretük és a más tájakon szerzett szakmai tapasztalatok együttesen remélhetőleg használható eredményekre vezetnek, amit aztán nagyobb területen további gazdaságok is fognak tudni hasznosítani. Csarvári rózsa. Ilyen nem látszik, hogy rózsa lenne. Gyimesi parcellán négy fajta a Keszhelyi Kutatóintézet és kettő a Sarvári család termékeiből vannak. A tavasszal nagyon jól indult a szezon, ugye előcsiráztatást végeztem, ami hozta a formát, jóval korábban elkezdtek nőni robbanásszerűen a pityókák. Ez egy jó módszer lehet, hogyha valaki korai pityókát akar termelni, nagyobb termést hozzon és tavasszal jól induljon. Az elővetevénye a burgonyának azon a parcellán jó pár éven keresztül, tehát 4 éven keresztül lucerna volt vetve, ami egy elég jó elővetevénye a burgonyának, mert félhalmozza az ásványi anyagokat a földbe, amit aztán a burgonya könnyen fél tud venni. A fajták közötti különbség egyértelműen kitűnt a termelés során. Korai fajták hoztak egy termést, ami minőségben azt mondom a prémium kategóriában van, mert egy nagyon jó ízű és finom korai pityókat termeltünk. A későbbiek elég jó termést adtak, elég jól bemutatható volt, mert ugyanaz a feltételek között, ugyanazon a parcellán, a különböző fajták különbözőképpen működtek, volt amelyik nagyobb termést adott, volt amelyik bizonyos betegség jeleit mutatta. Ez azt gondolom, hogy ahhoz jó lesz, hogy kiválasszuk azt a fajtát, amelyik a vidékünkön és éppen abban a mikroklímában jól termeszthető. Ez a projekt egy próbálkozás, egy bemutató jellegű, ami a gazdáknak szól elsősorban, hogy próbáljuk mi azt bizonyítani, hogy itt ezen a vidéken is lehet bióba, vegyszermentesen burgonyát termeszteni.
Kísérlet Gyergyó csomagfalvi részvevője vagyok, és egyben az Agrikultúra Natúra Egyesület munkatársaként a teljes kísérlet megtervezését és lebonyolítását is irányítottam. A csomagfalvi parcella kísérletben 14 ár volt, amelyben előző években gabonaféléket vetettünk, és a környezetében is visszaszorulóban van a búvonya termesztés. Ezek, tehát a vetésforgó és a parcella elszigeteltsége, ezek segítették a biogazdálkodás sikerét. Összesen 9 fajtát próbáltam ki, amelyből 2 a Keszthelyi Burgonya Nemesítő Intézettől hoztunk, 3 a Sárvári család nemesítése, és további 4 fajtát egy ismerős gazda ajánlása alapján választottam ki. Kísérlet során nem használtunk sem műtrágyát, sem növényvédőszereket, még a biotermesztésben egyébként engedélyezett szereket sem használtuk. A tápanyag utánpótlás szerves trágyázással, a talaj előkészítés és az ültetés traktorral történt. A növényvédelmi munkák kézi és lomontatású kapálásból álltak, a betakarítást pedig kézzel végeztük. A mezőgazdaság nem csupán piaci célú élelmiszertermelés, fontos számomra a talajjal, a növényekkel, az állatokkal való kapcsolat, és az így előállított megtermelt élelmiszer nagyobb táplálkozási és szellemi értéket képvisel. Kértek fel, hogy Lázárfolván próbáljuk meg több fajta pityóka termelését bióban. Az ültetés az géppel történt olyan formában, hogy két soronként, tehát két sor krumpli, 2,5 méter, tehát a 2,5 méter azért lett választva, hogy a vetőgép tudja vetni. Mélegelőt vettem a két sor közé. A parcellára azért esett a választás, hogy próbáljuk meg a többfajta biopityók a termesztését, mert ez egy termesztésre nagyon alkalmas terület, nagyon homokos a föld. Az összes fajtát elverte kétszeresen a jég, 3 fajta bizonyult rezisztensnek, tehát úgymond felálltak a kétszeri jégverés után, tehát 2 sárvári fajta és 1 holland fajta, az aluett, az egy piros pityóka, azt mindenkinek tudom ajánlani, mert meg is kóstoltuk már a kísérleti fázisban is, tehát nagyon-nagyon finom. Ugyanakkor rezisztens is, tehát semmiféle kezelés után, hogy áll. Azért veszek részt ebbe a kísérletbe, hogy több embert is rávezethessünk arra, hogy lehet bióba termelni. Legfőképp az egészséges táplálék előállítás a fontos szempont. Már 15 éve, hogy úgy gazdálkodok, mint biogazda. Az idén tavasz az írtó nagy csapadék volt, és ez a terület is úgy mondjuk, hogy aljas, tehát nagyon vizes, és e szempontból egy kicsit
Nehéz volt a tavasszal az ültetés, nagyon későn ütettük, akkor a mechanikus növényvédelem is, tehát a kapálás, az nem tudtuk végezni, és ez szempontból egy kicsit gyengebb most a termésünk, de jövőben más helyt is akarom, és jobban átgondolom a technológiát is. Négy fajta volt nálam is, a balatoni rózsa, a hópehely, sárvári borostyán, balatoni botond. Nekem végül is nem a termés számított, én arra voltam kíváncsi, hogy mennyire ellenállok és hogy viselkednek itt a nálunk a környezetben. Sárvári tetszett nekem a legjobban, tehát én úgy láttam, hogy rezisztenciálag az vitte legtovább, egészen késő őszig nem támadta meg a betegség. De így maga a pityókák nekem így tetszettek. Lássuk tehát a következőkben, hogy mik is ennek az egyéves kísérletnek az eredményei. A mi éghajlatunkon a fitoftórával vagy közismertebb nevén burgonyavésszel szembeni ellenálló képességnek nagyon nagy jelentősége van. Előcsíráztatással és korai vetéssel esetleg előre lehetne hozni fóliaházban a burgonya betakarítási idejét annyival, hogy ez megelőzhesse a fitoftóra jellemzően júniusi támadását. Nagy jelentősége van a tájegységek közötti különbségnek is, erre jó példa a hópehely fajta esete, amelyik Magyarországon biobajnoknak számít, a mi környékünkön viszont átlag alatti termést hozott. A burgonyavésszel szembeni védekezésnek egy másik lehetősége az olyan nem felszívódó szereknek a használata, amelyek az ökológiai termelésben megengedettek. Mi a kísérletünk keretében ezeknek a vegyszereknek a használatáról teljesen lemondtunk. A kísérletben használt és a sárvári család által nemesített fajták, tehát a sárvári rózsa, a sárvári borostyán és a sárpomira mind teljes rezisztenciát mutattak a burgonyavésszel szemben. Az előadt fajtát csupán egy helyszínen, a csíklázárfalvi parcellán próbáltuk ki, ahol sajnos két alkalommal is jégkárt szenvedett. Ennek ellenére ezek a fajták, tehát a sárvári fajták és az előadt is a jégverés után felálltak és egy meglehetősen jó burgonyavész elleni rezisztenciát mutattak. Ezzel szemben az összes többi fajta többé-kevésbé fogékonynak mutatkozott a burgonyavész esetében. A burgonyabogár ellen a leghatékonyabb védekezés, hogyha sikerül olyan parcellákon termesztenünk, ahol korábban nem volt burgonyatermesztés, az azt megelőző néhány évben, sem az adott parcellán, sem annak a közvetlen környezetében. A kísérleti helyszíneink egyikében sem szaporodott el a burgonyabogár nagyobb mértékben, így végül is csupán ezek kézi összegyűjtésére volt szükség. Gyomosodás ellen kizárólag mechanikai védelem jöhet szóba, emiatt nehezen hagyható el teljesen a kézikapálás, hiszen akár a fogatos, akár a gépi töltögetés csak a sorok között hatékony. Eszköz hiányában nem tudtuk kipróbálni, de ígéretes módszernek tűnik egyrészt a lánggal történő gyomperzselés, másfelől a gyomfésű, mindkét eszköz gépesítheti a kapálás korai fázisait. A vírusos leromlással szemben ellenálló fajták esetében akár 10 évig sem kell költeni újabb vetőgumóra. Nyilván egy egyéves kísérlet alapján ilyen eredményekről nem tudunk beszámolni, viszont a nemesítők fajta leírásai alapján elég biztató eredményeket látunk. Ezek közül is kiemelkedik a sárvári család által nemesített három fajta, ezek 28 év folyamatos újravetés után sem romlottak le jelentősebb mértékben, de a többi fajta is több éven keresztül újravethető. A jégveréssel sújtott parcellákon az aluett és a sárvári fajták közepes termést adtak, ezzel szemben azonban a laura gyakorlatilag teljesen leszerepelt, az eredetileg elvetett mennyiség egy negyedét teremte meg, és az is mind apró szemű volt. Egy-egy fajta végső sikere nyilván azon múlik, hogy mennyire ízlik a fogyasztónak. Annak érdekében, hogy a különböző fajták gasztronómiai értékét is össze tudjuk hasonlítani, szerveztünk egy délutános kis rendezvényt, amelyen két mesterszakács készített különböző krumpli ételeket. A délután első felében a különböző burgonyafajtákat vakteszt formájában kóstoltuk, ami annyit jelent,
hogy csak a szervezők tudták, hogy mikor melyik fajtát kóstoltuk éppen. A verseny eredményeként nyilván kialakult egy sorrend, de azt lehet mondani, hogy nem voltak jelentős különbségek, az ízhatás minden fajta esetében jó volt. Az összehasonlítás csak főtt burgonya esetében történt meg. A B és C kategóriájú burgonyák inkább sütve tudtak volna bizonyítani, de egy ilyen verseny megrendezésére már nem volt aznap délután időnk. Most következzen néhány szó arról, hogy mennyire is éri meg ökológiailag termesztett burgonyát vetni egy itteni gazdának. Általános szabályként elmondható, hogy kisebb lesz a termésünk, viszont magasabb lesz a kilogrammonkénti eladási ár. Mi itt a környékünkön 2,5 lej per kilogramm áron tudunk bioburgonyát értékesíteni úgy átlagosan. A táblázatokból kiolvasható, hogy a kétféle gazdálkodási mód, tehát az ökológiai és a konvencionális termelés nyereségessége nagyon közel van egymáshoz, kevéssel a biotermesztés javára. Ugyanakkor ez a nyeresség jelentősen magasabb lehet akkor, hogyha sikerül prémium áron értékesítenünk az ökológiai módon termesztett burgonyát. Itt látható, hogy az egyes fajták hány tonnás termést hoztak, ha a kis parcellák eredményeit átszámítjuk egy hektárra. Az a körülmény, hogy a csiklázárfalvi helyszínen két jégverés is jelentősen csökkentette a hozamot, nyilván torzítja az eredményeinket. Kíváncsiak voltunk arra, milyen eredményeket kapnánk akkor, hogyha ezeket a lázárfalvi adatokat nem veszük számításba. Így nyilván a grafikonról eltűnik az aluett és a laura, az a két fajta, amelyek csak ott voltak elültetve. Látható, hogy több fajta esetében is nőttek a termésátlagok, de ami ennél is érdekesebb, hogy most már egy helyett 4 olyan fajtánk van, amelyek meghaladják a megyei termésátlagot. Összefoglalva tehát elmondható a 2021-es kísérletünk alapján, hogy lehetséges Hargita megyében eredményesen bioburgonyát termeszteni. És mindezt olyan agrotechnikákkal valósítjuk meg, amelynek számos környezeti és társadalmi haszna van, és a fogyasztók asztalára egészségesebb, tisztább élelmiszer kerül.